Az már korábban kiderült, hogy a Tóth testvérek mellett Pintér Andrea és Nyíregyházát választotta a következő szezonra. A héten a Fátum Nyíregyházánál bejelentették, hogy Innech Varga Eliza is a csapat tagja marad. S bár voltak máshonnan kérői, szerinte nem volt nehéz a választás. Nem volt egy úgymond nehéz döntés, meg nem is kellett sokat gondolkodni rajta, hiszen egy olyan klubról beszélünk, ami tényleg egy komoly és profi klub, és hogyha kemény munkáról és csapatmunkáról és tényleg összefogásról beszélünk, akkor az itt mindenki van. Ami a közelmúltat illeti, Eliza rossz érzéssel gondol vissza a csonka szezonra. Jobban szerették volna befejezni, például a bajnokság megnyerésével, de idő előtt vége lett. Ám a rossz érzést inkább a következő szezonra szeretné felhasználni motivációként. Egyelőre azonban csak mentálisan dolgozhat a jövőn. A veszélyhelyzet elején hiába szeretett volna hazamenni a családjához Romániába, Nagyváradra, nem tudott a határzár miatt. Ezért Londonba ment a barátjához, és onnan hazatérve még május 29-ig hivatalosan házi karanténban van. Természetesen nem fejeztem be az edzéseket ott is. A park mellettünk levő parkban jártam le futni és edzeni, illetve otthon is edzettem. Neki most az ő segítségben szerencsére volt egy jó edzésterem, mert ő meg személyedző. És hogy mit mond róla egy másik, mégpedig a vezető edző? Németh Szabolcs szerint nem volt kérdés, hogy szeretnék őt jövőre is a csapatban látni, hiszen igazi húzó emberré vált. Eliza évek óta folyamatos fejlődést mutat. Tavaly évben is, amikor megérkeztem a csapathoz, akkor is volt egy szint, amit képviselt év elején, és év végén azért már bebizonyította azt akár egy kupadöntőn, hogy lehet vele számolni, mert nagyon-nagyon jó szintet hozott, és így ezáltal nem is volt kérdés sem a szakmai stáb, sem a vezetőség részéről, hogy Elizát megpróbáljuk megtartani. Ugye nem titok az, hogy voltak kérői, ez egy picit ugye, mondhatni nehezítette is a dolgokat, mert így más csapatokkal kellett versengeni, de ahogy akkor ezek szerint Eliza is elmondta, neki is egyértelmű volt az, hogy itt a fejlődése, meg itt a lehetőségek is adottak ahhoz, hogy tovább fejlődjön. Ami a teljes gárdát illeti, a tavalyi szezont alkotó magyar magot javarészt sikerült megtartani, Szabó Lili kivételével. A hat játékoshoz próbálnak minőségi külföldi játékosokat igazolni, olyanokat, akik a csapat egységébe is illenek, ám az erősítések részleteiről később adnak hírt. Ami biztos, májusban volt már 2 hétnyi közös mozgásuk, s a már leszerződött sportolókkal júniusban kezdik a közös tréningeket.